Freddy, nem vagy fönn a rádión? De fönn vagyok. Ja, majd beszélgettünk, aztán szóltál vissza. Ja, ezt tudom. Akkor nem, jó, nem Nem kell kapcsolatban beijedni, vagy. itt vagyok, srácok, csak fejbe el kellett mennem. Mi, vették a pénzt? Na, aki Suzuki. Kicsi kocsi Suzuki. Egyébként olcsó, mint a Wartburg, az jobban megy. Jó, én is néztem. Én mikor meg el kéne mennem Hugo venni egy kalapot, mert itt nem jó, nincs kalapunk. Ott a cég is, vidd el. Ja, hát te most már ezzel jössz vissza, vagy Jaj, mit? jaj, Rendelkezhet? jaj. Hát, elviszem a telepre, aztán izé, megnézem, hogy mik a tuningok bele. Ja, pimpelgetett kicsit. Jó, akkor én elmegyek Hugo, akkor telepen találkozunk. Jaj, jaj. Jó. Kicsi kocsi Suzuki. Ez csak a szerelő, ez csak... Szevasztés! Cső! Aha, jó Suzuki! Köszönöm, szerelés lesz. Ja, az. Na, megnézem már, mikor tudunk bele. Ide hallom a fönt. Fönn, ide hallak. Pilla, ki kér a száj? A szemeg. Szanyaj. C1600. Számolni kell, basszus. C600. Tizennégyet, harminc. Állj ki vele, és csúcsi egyenesbe, jó? Szépen, és majd ott megcsinálok neked. Nézze. Leérjen páratlanul a sebesség, jó? Most olyan elment, vagy mi? Ez nem tudom. Addig megcsinálom meg. Harminc év. Hú, hogy látszol ott a izé, mi ez? Á, így van, nem látnak be. Úgy nem. Hú, de parasztul nézi azt a kukat. Jaj, kirelőd a hideg. De ez, hogy a hátsó ablaktől a lapát is piros. Ez hát egy kicsit ízléstelen, ja.
eléggé. Akkor kipufogó, első hátsalakos. Na itt vagy, oké. Okay. Motorháztak, zimbálás, szpolyer. Nincs hozzá. Ha valami történik. Tűnösd be magad. Akkor nincs. A rádióta jó. Alufelben nézzük. Ez beteg lesz? Mit írtok? Szép napot. Szép napot. Itt vagyok. Ja, én azt hittem engem kérdezem. De téged. Ja, itt vagyok, ja. Na, hogy ha fel akarod tuningolni, belső motor, meg minden szar, akkor az ingyen van. Az első kocsira. Oké, és én meg itt magamnak felveszámolom. Nincsen semmi pár. Nem kell számolni. Csak tedd rá nyugodtan. Oké, és kösz. És mit? Mi néznek jó ezen az autó? Hát egy beteg állat vagy. Tudják meg Isten áldás. Megszerelem a kis ablakszerlők, mi az ablakmosó folyadék, kis spriccelő, kis lukakat kitisztítom. Egyből a spriccelőben, tudtam így. Kicserélem az ablakszerlő lapátokat, és már kész is van. Már is javult. Arra, hogy keze van a hölgynek. Hogyan? Minden jó. Halló, RP a rádióm van? Vagy meghalt? RP, itt van a rádióm! Itt van a rádión, RP! Most jövök vissza. Jó, csak itt a főnök kérdezte, hogy merre vagy. Meg vagy, oké, 200-at megy a kocsi. Jó, oké, semmi gond, akkor erre vagy az a lényeg. Hát eddig ment 100. Eddig ment 150, ez most megy 200. Mit tuningoltál rajta? Mondom 100. Úgy szeretném majd egy chip tuningot a kocsitba? Persze, szeretném. Chip tuningot, hát hogyne? Szép emlékeim vannak ezzel az autóval amúgy. Hát mit csináltál ebben az autóban? Hát az anyámban ilyen autóban. Pontosan. Nekem is ilyen nem lesz majd, csak automataváltósban. Nem, nekem ilyen nem van. Hát figyelj, 140-nél már halál főleg, csak tapasztalatból mondom. De ez mi, ez egy Suzuki X-Wing? Kicsi kocsi Suzuki. Nem kell sokat már költeni. Úgy azt mondja, hogy nincs neon, nem áll. Micsoda? Nincs alá neon. Ja, de van, látom. Figyelj, amúgy az én autóm az ilyen nagyon különleges, hallom, légzsák nincsen benne. Az szép. Minek az? Elé teszel oda egy nejlonzásot, az jó, nem? Az is megfogja, kérdem. Na, ezt kifúldozva, kérem szépen. Nagyon paraszt. Ez ilyen nagyon paraszt tudunk ki, amúgy. Szari. Mi? Megütöttél egy cigány? Komolyan? De hogy is te fogszak, érted? Jó, hallom, úgy kérdő. Na, főni, mi az a chip tuning, amivel jezgettek? Gyere, szállj ki, megcsinálod meg. Az a fitmak alap, az mi a másik? Kollégán. Menj vele egy kört, és nézd meg, hogy mennyivel megy maximum. De várj, jövök veled. Ezt az életérzést átok, amivel hallod. Nagyanyámnak ilyen autója volt, hé. Ebbe halt bele. Azt a kurva! Hát ez bolond. Jaj! Jó van, megfogtam!
rák lappangjon a szívedbe, mikor így rám hozod a bajt. Jó. Na, kiviszi a két szállót, simán kiviszi a két szállót. Jobban megy, mint a Vlada, ne basszál már fel. 2-10. 2-20. Az már 30-os volt. És ebben van már chip tuning? Nincs. Egyes szakaszt akarok kifogni valahol. Mindegy, 2-30-ot kivitte lejtőn. Szerintem egy olyan 2-15-öt biztos vissza. De menjél visszafele. Menjél vissza. Jó, kétszer, hogy megijedtem. Ha menjél vissza. Kemázzad neki, de ne szembe forgalom, hanem a hús rágyom meg. Hát ne keringjél már, mint golyafos a levegőbe, hanem húzzad már neki. Ez bolond ez az autó, te. Jó! Jó anyám, he! Jó, óvatosabban, more lassabban meg kanyarjön, he! More lassabban már! More lassítsál már, more! Ja, még engem látsz! Jó, mindjárt neki fog baszodni a falra, figyeld meg! De ha kiköpöm a fogam, jó... Várja, hol kell balra? Egyenesen? Jobbra, te hülye! Jó! A másikból! Azt a kurva éget, jó! Hallódik ez már! Jó! Nem megy annyit, mint Amerikában az Audin, de... Azt a kurva éget, jó! Jó, van Árpikán, túlélted, az a lényeg. Igen, túléltem, hely! Jó! Gyász meg a szenvedés, 230-at megy ez a faszom Suzuki. 230-at megy ki tudni, hol van Suzuki. Ki? Ja. Az kemény halad. Szegény jármű, fogta a Mariósot mellettem. Halad jobbat megy, mint a Lada hely. 230-at hoztunk ki belőle. De az full tuninga, igaz? Uh-huh. Jó. Hát ez egy nagyon kemény mezdik. Most Winter is nézd meg, addig mindjárt jövök. Na mindjárt elő, mindjárt összetörő. Várj, szólj már, vigyük már a többieket is, szóljál már neki. Várj, belerakta a főni a chiptuningot, megnézem, hogy most mit. Halad, gyertek már ti is velünk, chiptuningot. Jó, de hát ez két személyes, nem tudtok beülni. Nem? Na mindjárt, menjünk akkor, kény, kerázod neki. Jaj, ebből baj, én szerintem inkább bekötök magam amúgy. Jobban teszed. Azért a négyes szintű fék az azért megteszi a hatást. Meg. Hát fejembe török a telefonat. Jól van. Mond. Nem mondod. Na, király. Ujjjjjjjjjj. Na, király. Jó, van oké. Mondom oké. Oké is. Szia. Na kapaszkodj. Meg sem ezt szólalni.
Hopp, hopp, a 233, már sokkal többet megy. Hányan? 50. Kettő, 80, tovább nem ment. Jó, mit megy ez az autó amúgy? 280 a vége. Na jó, fordulj vissza. Visszafordultam, most be akarom jönni a GPS-be a telepre. Na jó, van. 280 a vége, na jó. Jó van. Az első szélvédőknek lőttek. Tiszta üvegszilak vagyok, he? Én is várjál, ne söpröm. More, kitekerem a nyakadat, hogy jó. Csak menjünk vissza a telephez. Jó, nem adom alá 100-nál, úgyhogy... Na várj, előkapom a kis könyvemet, a szalkai cigányát, akkor megkeresem bele. Jó, micsó, de már szívem szerint úgy rád olvasnám a szalkai cigányát, hogy csak az a baj, nem akarom. Szalkai cigányát, hogy rád tudom beérni, ha még egyet közünk. Ma ebben nincs serénzsák. Mit csak a papír vezetett egyet. Még egy ilyet közünk, azt mind a ketten meghalunk a vágva. Főni majd mi jelzem, hogy amúgy majdnem miattad meghaltunk a vágba, amúgy. Micsoda a hely? Én egy ilyen menőről messzire gondoltam. De mennyit megy? 285. Az már viselhető. Már rendőrökön is elmenek, küzd. Az biztos. Hát nem futottam belé, hála Istennek. A szerencsé, annak örülök amúgy, hogy működik, mert valami kocsikon nem. Talán örülök, hogy pont ezen a kettőn ment. Jó, legalább a Suzuki is már. Már nem Suzuki. Már az űrben is. Jó, ez kérdezz meg az Árpit, milyen jó utat mentünk, ugye? Jó volt. Ó, cigányákot várjál, ha még egy ilyen ütközik. Jó ütközt teszek. Hát persze, hát micsoda. Kicserélem már törött szélvédőket. Hát nem látod, hogy a műanyag keszutartóbajukat vertem? Nálam úgy full bacek megint az autó, szóval igen látom. Na de én nem sokára jövök. Oké, én közben itt idehoztam 3 szélvédőt. Ki kell őket cserélni, a Béla vagyok, kitört az összes. Ne csöndben vagytok. Tetováltatok, Berikém, tetováltatok. Ja. Eriki. A főnök kell egy kicsit varatni, meg a jávon. Ja.
Na mit csinál? Mi eljött a Suzuki-val Feli? Megvan magának. Te tettél bele valamit? Az abból csinál, tett bele egy chip tuningot. Na. 2.85-öt megy, hát mondom mi ez? Szerintem akkor veszek én is egyet valamit. Szegény felfüggesztés nem fogja bírni ezt a tempót. Látod volna az Árpi fejét? Úgy kifehéredett, mint egy izé, lepedő. Te, elhiszem valamit. És te chip tuningbe csak ő tudja beletenni, mi nem? Azt nem tudom, nem kérdeztem meg. Nem? Nem. A laptop kéne hozzá, ha mindenki nincs. Aha. Egyébként a chip tuning milyen áron megy? Vagy autónként más? Autónként más, de 2 millió attól fölfele. Az kemény. Annyit nem érez azok ki, még így föltuningolva se. Hallott, és ajándékba kaptad a chip tuningot? Aha. Hát esküszöm veszek egyet, ma már nem biztos, de... Meg azt mondta az Abdul, hogy az első kocsira ingyen is a tuning. Aha, hát majd akkor elkapom egy jó pillanatában, hétvégén azt mondta, hogy is sokat lesz itt vasárnap. Lehet, hogy akkor én is megnézem, hogy benézek. Ne vicceljetek, nekem 25 évig Suzuki volt, hát a legjobb autó föld. Világból kivisz. Nézzük, milyen tetkocsi átadtam, csak kicsit részeg volt a tetováros, és itt többször varta rájött az utca tárnámra. Az igen. Ezt már nem is kértem, azt csak egy ajándékba rátette. Van neki érdekes dolog. Jó, nem mesztelenkedünk itt a hölgyelőt. Ja, nyugodtan épp elvambultam. Nem a tetoválásodat néztem. Láttam már ilyet gondolom. Így van. Lejjebb nem vetkőzök. Hát jó. Mi van Árpikám? Lenyugodtál fuva izé a menet után? Hát már lenyugodtam, de ó, nagyon lenyugodtam. Hely. Milyen menet? Hát egy elvittem egy karikára Suzuki-ból. Elvitték ja. Nem olyan menet. Teljesen kezdtem másra gondolni. Teljességedben. Kezdjük. Tudod mit? Iszok arra is. Arra is, igen. Mit iszol? Nem. Traubit. Traubit szoktam inni. Bár ahogy nézem, egy Liptonos tel van a kezemben. Akkor Lipton iszok. Lipton iszik. Igen, az van ráírva. Nem Traubi íze van, de mindegy. Lesz ez is. Kis roma. Azért most láttam. Mateo meg kólát iszik, hogy jól láttam. Az. És megint beragadt a kezembe. Hát is adom valamelyik őt. Ki vegyem? Aha, létszik. És tényleg átadtam. Már beleittem. Nem baj. De megijedtök. Nincs is benne már semmi, hogy üres dobozt adtál. Micsoda? Megfogod a szállát, a Hollywood, és így lenyolod így a... Fúj, Mateo! Na jó, van, látom, nem vagyok egyedül az ilyen témában. Aztán, hogy nem tudod, mitől vágta meg a nyelvét, hogy vágta meg a nyelvét. Hát ez már sok. Hallod, gyerek, kicsit Gáborká. Mi anyag palaszból így áll legközelebb? Jó, nem tudom. Nem akarja valamelyik kötök eljátszani a főnökömet? De, mit szeretné? Ide fog jönni egy úriember, és el akar vinni vacsorázni, de annyira nem akarok amúgy elmondani. Fogba érte, most is hallottátok, amit beszéltünk? Nem. Nem, ha azt mondod, hogy ne halljuk, akkor nem halljuk. Lugan. És ki fog ide jönni? Egyébként, amit hallottatok? Hát figyelj, eljátszom én a... Ezért párodat is csak nem. Nem kell, csak... Hát te jó színész vagyok. Na, Jokita olyan főnök, ilyen főnök kiállású, hogy játsz meg, játsz meg a főnök. Mondjuk a főnököt, ezt könnyebben tudom játszani. És ki ez a csávó, aki ide fog jönni? Hát... Őszinte leszek, annyit tudok, hogy Dandynek hívják, és ma volt itt szereltetni, meg tuningoltatni, meg mit tudom. Mi dolgozik, hogy ilyen izé bűnöző?
Nem tudok róla semmit. Semmi. Tényleg amúgy a Abdul el is ment. Azt mondta, hogy majd jön még össze, de most elmegy. Abdul, rádión vagy? Úgy hallom, nincs. Honnan hallotta? Tényleg, akkor onnan hallotta, nem tudom. Tényleg valamiket lesz? Ha jöttek, megnézitek, hogy milyen szexin parkoltam? Hol vagy? Vagyunk a, hát amikor ugye ki a szerelőtelep, eljössz jobbra. Azt kell. Ne ügyes. Kinek a kereket is. Tényleg nincs kereket. Nem tudom, hogy a faszinek kimenni. Én ezzel közit osztanék neki, Gábor. Amúgy szerintem igen, mert a bal első sikert szerintem. Igen. Az nincs ki a négy kereket. Nincs, csak kettő. Nem nagyon cuki, hogy a szár... Wow! Wow! Így csak kiállni, így teljesen mindig. Ugye ez már előtt megint. Jajajajaj! Az az! Szóval... Visszabösen. Azért kérdeztem egyébként, csak mert... Tudom, már visszabösség nézés van most. Lesz-e itt főnököm, amikor esetleg valaki beállít, hogy randira... Tudom, hogy ezt meg lehet csinálni. Ha hogy ne lenne? Hát én szinte, hogy itt leszek. Ajajajaj. Itt leszek. Én ha nem vagyok itt, még akkor is itt leszek. Érted? Akkor is itt vagyok, mikor te nem. Ezt tudjuk, mert hol vagyok állandóan. De látod, ez a probléma. Én nem tudom, milyen mi suttogásról vagyok egyébként. Hát ez nem azért. Ajajajaj! Ez pont csak én nem kaptam benne. Hogy vagyok jól? Én mondtam, hogy vigyázz, hogy van esetleg, mert elég mindent kiesett a kerülő. Kicsit mind a kettő átfutra. Mateónak nem van mindent. Hát nincs is neki. Ja. Jó van, most a két kereket be kell basszni a csomagtartóba. A cigányok már mindig kapálni. Ó, oh, még mielőtt eljutott volna. Ó, oh, és még... Biztonságban vagytok. Még fel is? Nem vagyunk biztonságban közben minket. Jól van. Látom, tele van a hasam meg oda. Én kaptam. Pedi! Erika! Erika! Hívjuk egy mentőt! Hagyjunk már! Szadján kollégákat elítélni. Hallod, valami ezért kell ide kitenni ide a műhelyre ilyen szöges drótot. Nem, igazából Mateo biztosnak kéne lenni a napot! Na mindenki másszon ide, most fejmosást fog tartani. Na, milyen csampot hozzá? Valaki, aki megcsinálta a kaszkómat, február 29-re írta. Na? Ján, az én voltam valószínűleg. Nem, hogy örülni, hogy négy év múlva fog bejárni. Igen, amúgy. Na, én mondtam én is, te is vírem. 2023-ban ráírva. Na, akkor most mi hibáztok, vagy ti hibáztatok? Kártérint is szeretnék. Hát igazán van mindenki. Már a pénzekért jöttünk. Már a pénzekért jöttünk. Na, mi az, hogy senki nem hibáztok? Én megkértem biztos, biztos, hogy megkértem az urat, hogy olvassa át, önnek megfelel. Úgy igen, az úr volt itt figyelmetlent, azt nem olvasta át alaposan. Az a helyzet, hogy kedves hölgy, neki mert a kemlét tisztom, az nagyon figyelmetlen a lapot. Na látod, akkor meg van kihibázott.
Mert én nem vagyok hibás Island. Jaj, tényleg, nem mondja nekem, hogy te kezdj el, ha domálni ki a hibás. Ti rontott szálltok el, nem bírjuk, more. Ha bírjuk magunknak, örök életre szól, érted, meg azon túl három nap garanciát adunk rá. Pontosan így van. Jaj, értem, hát akkor hagyd. De egyébként én azt jeleztem ezt a problémát, mert én vettem észre, miután állítólag szóltam a főnökömnek. Semmi bejelent. Vagy nem megy. Megbízható. Ő a főnök. Várjatok, már annyian beszéltek, hogy már nem tudom. Rajta kell emelni. A főnök. Ki az kamufizik szente? Jó, a lényeg, én most már nem tudok kiállítani. Ahhoz csak a főnökök tudnak azt kiállítani. Van ott a főnök. Rá, ott fut el. Fut, ezt igen. Egyszer hibát nem is vették a lehetőséget. Igen, 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 igen. Na, Dik, most elmegy mindenki, vagy mi van? Figyelj, mert a kamu... Jaj, Dik, jó, vagy ki ez a Madamore? Jaj, de gyönyörű Jézus ereje! De mostom neked ezt azért. De ezek ilyen tízét felirat nekem is kell a kocsira. Mármint. Tól meg fején. Fején meg rész, előbb meg az kéne, hogy rész. Na, halló! Kérdezte, ki az a gyönyörű lada ott a sarokban, Dik? Árpádé. Árpádé. Árpád már nincs itt. Csak itt hagyd a kocsiját. Jó, te vigy, Baldi! Nyissa már, ez egy kör. Jó, eddig hát ha én elviszem, nem egy körre viszem el, hogy ezt utána nem látom, haj, haj. Mondom, hogy az a... Azért mondtam, hogy senki nem érni a dobiket. Csinál belőle az úr egy 21.06 pont rart, ugye? Hogy így adom? Egy 21.06 pont rart, és be a csomagtartóba összetömörítve. Mindig beszél ez. Amúgy se, Dik, mind le van fizetve, more, mind a tenyeremből iszik el, mindenki. Na úgy ér. Mert nekünk, hogy te is, persze, hogy ismered. Jó, testvér, adjad akkor a lóvét, elmondom az információkat. Mennyi pénztadal érte, more? Egyet. Hát ma tudod, gyere már meg, hívom fel Vikis. Na, tévét keresem. Gyere már idefele! Gyere ma oda, Dik, nekem már kétszer mondani, Bori. Mondj, Bori. Éjjj. Na, figyelj már, Bori, elrúd már, mit legyes kered. Kicsoda én? Te. Ezért, ide jöttem már. Megkérdezem itt a szerelő urakat, hogy egy kocsira mennyibe kerül a forgalmi. Azt válaszolta. Mennyi? 50 ezer. Jaj, jó drága, hogy tud. De zsebből zsebbe csak 60. Jaj, te. A minek nézik én ki, hát olyan vagyok, mint egy csövés. Hát figyelj, akinek autóra van pénz, de nem forgalmi, de is legyen. Hát nem mondtam, csak érdekel. Uraim, mivel tisztítják ezeket a tisztátságot? Te látom benne a saját pufámat, olyan szép fény és csillogó. Most mostan el, pedig kémetem, lát? Jó, ja, nem sok erre ideje. Jó, ja, tényleg. Vényes ügy ez. Szízi, dicsedél a dolgot? Autóm sincs, nem eladó. Igen. Azt hittem, jól keresnek itt a szerelőt. Hát én nem mondom. Hát én is. Keresen dolgozunk, az a baj inkább. Mennyit keresnek, hogy azt tudom kérdezni? Mennyit találunk? Igen, konkrétan forra bérdezik. Találtok? Mennyit keresünk? Ezt hogy kell érteni? Találtok? Hát itt tudod, itt elmegyünk ki ott a kukába, azt, hogy... Keresnünk, de nehezen találunk, tudja? Ott van kint kukolt, szoktunk guberálni, ez néha van közte egy-két magyar forint. Jó, azt hiszi, turékolás, vagy ilyenekért nem kaptok pénzt? Lopják egymást a főnökök. Nem kaptok ilyenekért. Mi szakma szeretetből csináljuk ezt az egészet. Amúgy igen. Jó. Értem. Lop, lop. Egyébként ez nem igaz, mert haját meg fiát osztálják. Egyébként én nem szólok ezt szóval, hogy ma vagyok itt először, mármint úgy, hogy több időt. Ezt már kaptam 150 ezeret. Én, te, én jó keresél? Látom, már egy Suzuki árát megkerestem.
Nekem csak egy ilyen sörös pittolói kocsik van. A legalábbis jobb fő, hogy 80 000-es. Ki az a szép autó? A Suzuki. A Suzuki az enyém, kérem szépen. Az a Suzuki az mindenki, mert a Suzuki a mi autón. Ja, igen, de az én nevemben van. Ha besítottál magadnak egy Fordba, amit úgy könnyű. Ja, igaz. Szabaduljon. Mondjad még egyszer, hogy szabaduljon. Szabaduljon, ha visítani magatoknak? Nem szabad, de... Nem szabad, igen. És hogy kell mások hívjátok, meg úgy érvénye? Úgy érvényes. És ugyanúgy pénzért, ugye? Persze, természetesen. Mit gondoltak? Hát most eljöttem, lehet sűrűskedni itt. Az a baj, főnök, én kitetkerik a nyakunkat, hogyha nem adjuk le a pénzt. Jó, értünk. Megy a leadató pénz. Hát a vevőttel függ. Ja, azt hittem, hogy ilyen heti leadatóban állató. Nem, nincsen. Akkor az úgy leáll, hogy nem? Hát, kinek mi? Dolgozol 8 órát, és abból mondjuk 6-ot végigszerelsz, és viszonylag keveset keresel, valaki meg mondjuk dolgozik 3 órát, és nem szerel semmit. És ahhoz képest meg jól keres. Ez a kocsi, hogy izé rajta van ilyen loplant, megbízható, szökti csávó rajta, de? Hát a taladánál az ott is az urak. Az az út. Igen. 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 Mennyire megy egy ilyen lana? Mármint nem pont ez perkotom, az ilyen egyed is féle, vagy nem tudom. Hallod, ideig se hallod. Azt hittem. De sima lana, az mennyibe megy? Mennyire néztük Joki aladákat? 100 000? 100 000 a Suzuki. Vagy nem tudom, az olcsóbbik az alatt... A Suzuki a legolcsóbb az. Nem, a kis polcka a legolcsóbb 80 000. 80, utána van a Suzuki, utána van a Vartyogó. Aztán fel tudja, hogy megy fölfele. Azt tudom, hogy a 3-as vagy a... Nem is tudom, 3-as vagy 4-es Golf az 180 000 vagy mennyi. Várjunk, hogy jönnek az ára. Az első kocsi, az a legszarabbik féle, bármi nem tudom, hogy van-e olyan. Igen, az 80 000, utána van egy 120-as. Menjünk a híves felé. Megyek. Jössz, vezetek. Jó. Szárgos, jól értem. Elindultam rá, srácok. Az elbogat. Ej, te lesértegesél, addig tőlünk kimérne lopni, Moriát, egyben vágjuk a fékig. Azt hiszed, hogy ízkedünk, Mori, gránátod rád, amik a gyerek megy. Dik lakad a 50 centet én. De nem szárnál, Mori, gázol. Hallod? Várjuk a dolgokat. Kik voltak ezek ezzel a furcsa autóval? Várjuk, mert még elmennek, jó? Nem tudom, hogy meddig hallanak. Na, én elteszem magam Abdul, már majd jövök még, jó? Jó, kis hallanok. Szia!